megint egy eseményben van, mégpedig köszönhetően Forstner Rudolfnak és a helyi igénynek, hogy sikerül egy olyan műszert beszerezni, ami a város lakosságának egészségét, biztonságát jelenti, és első a biztonságát, úgyhogy mondd el azt, hogy mi történt. A dolog úgy kezdődött, hogy Szarvasváros szülötte Forstner Rudolf úr megkereste az önkormányzatot. Ságvári utcából származó Forstner úr, igen, hogy 15 millió forintot kíván közértekű adományként elajánlani a szarvasi önkormányzatnak, kifejezetten egy meghatározott eszköz, ennek a bizonyos GE Healthcare típusú, a gyártmányú kardiológiai ultrahangnak a megvásárlására. Képviselőtest lettünk a szabályok szerint, köszönettel elfogadta Forstner úr felajánlását, és minek utána ugye mi egy önkormányzat vagyunk, innentől közbeszerzést kellett lebonyolítanunk, és a nyertes ajánlott tévő pedig a, mindjárt mondom, Medentrét Kft. Dunaújvárosból volt, akik 14.550.000 forint plusz áfa összegért, összegre tettek ajánlatot, és a szerződést megkötöttük. Én még ilyen szerződés teljesedést nem láttam, tegnap előtt írtuk alá a szerződést, ahhoz képest ma itt vagyunk a felszerelt géppel, tehát úgy tűnik, hogy jó partnerre találtunk a Medentrét Kft.-ben. Ehhez nyilván az önkormányzatnak még hozzá kellett tennie 3.928.000 forint áfát, hiszen ez csak a készülék nettó ára volt. Azonban Kozma György főorvosról úgy állapodtunk meg, hiszen ezt már még korábban beszéltünk erről, hogy egy nagyon méltányos bérleti szerződés keretében fogja bérelni a Szakorvosi Kft. A városról ezt a készüléket, és akkor az áfa összege az nyilvánvalóan az önkormányzat által visszaigényelhető lesz. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, ami most a dolgokban kell fizetni. Hát jövőre, igen. Ki is fizettük át, és utaltuk nyilván. Igen. És akkor Rudi, most te mondd el azt, amit akarsz, mert ez végtel is a városunknak egy ajándék. Karácsony szentest előtt sikerült még ezt megvósítani, úgyhogy nem a Jézuska hozta csak. Jó, ebben a projektben én megtettem, amit kellett. Igen. Most a szöveg az marad. Nem kívánok beszélni. Akkor, ha megengednék. Nagyon elegáns. Egy palac infúzióval szimbolikusan. Ugye a Pannonhalmi apátság apátai. És szeretném megköszönni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. És mindenkinek, aki itt volt és részt vett a projektbe. Nem titok, hogy gyakorlatilag a város baráti körének az egyik rendezvényén találkoztunk a Rudolffal, és akkor ott egy beszélgetés keretében már felmerült ez az ötlet. Én azt szeretném ezt hangsúlyozni, hogy itt még Szarvason soha dedikált kardiológiai, tehát speciális szívultrahang még nem volt. Van egy nagy ultrahangunk a röntgenben, amit a Kft. Saját erejéből megvett, de az egy hibrid vagy kombinált készülék, ami több disziplinát kiszolgál. A gép mellé sikerült egy profi szakembert is találnunk, aki tudja kezelni, meg nagy tapasztalattal bír meg. Szóval ki tudja használni a gépet. Ígéretünk van, hogy többször is most az új gép birtokába fog végezni vizsgálatolakat, illetve ultrahangos leletezést. És ez azért nagyon fontos, mert egyrészt van a kényelmi szolgáltatás ugye a szarvasi betegek részére, hogy nem kell sehova utazni, helyben van. Másrészt most bárhol nézzük, bármilyen statisztikát, lehet tudni, hogy a szívérrendszeri megbetegedések toppon vannak. Rák, infarktus, ez mindenkinek az ismeretségi körébe ez előfordul. Tehát, ha ezt szűrni tudjuk, időbe ki tudjuk deríteni, kezelni tudjuk, akkor nagyon sok embernek az életét megkönnyítjük, esetleg meg is mentjük. Tehát ez egy olyan projekt, amiben nagyon szépen köszönöm az együttműködést. Nem tudom a Bődi urat se kihagyni, a polgármester urat, a jegyző urat,
mindenki, aki itt volt, úgyhogy, és legfőképpen még egyszer a mecénásunkat, Szarvasvárot szülöttjét, és nagyon szépen köszönjük. Természetesen itt mindig szívesen látunk, ugye a rendelőintézetbe is, nehogy Isten vizsgálaton itt, aki szeretne és kipróbálni, ugye egy terheléses egységgel, ilyen hordozható holter meg vérnyomás monitorizálással, tehát egy komplex kardiológiai labort tudtunk bejegyezni, de vagy előteremteni, és megtaláljuk annak a módját, mert én úgy gondolom, hogy ez nagyon szimbolikus és fontos lenne, hogy ezt a kardiológiai labort a nevedről, tehát egy névadással tiszteletünk az adományozónk előtt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, és nekünk a legszebb ajándék a fa alá, amit kaphattunk. Úgyhogy boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes ünnepeket. Nagyon szépen köszönjük. Áldott ünnepeket. Áldott ünnepeket. Köszönjük szépen. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük. Jegyző úr, nagyon szépen köszönjük. Kedves János, hálám. Épületről is. Mindenről, hiszen továbbiakban is mindig segítenek a kedves fiával, hogyha vannak problémáik. És nagyon szépen köszönjük, és főorvos úrnak. Hát, tehát dr. Lakatos Ferenc, kardiológus főorvos, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a munkát, és hogy itt van. Most is gyakorlatilag másik rendelésről utazott ide, hogy itt lehessen az átadón, úgyhogy gyakorlatilag mindenki megtette a magáit, úgyhogy köszönjük akkor szépen. Akkor fogja használni. Ismeri a gépet. Persze. Látod közelről. Ó, hát nagyon orvosó, nem is tudom, hogy minden gépet ismer. Hát azért a szakmában hozzá kell tenni, hogy 5-10 évenként változik a trend hát, és a technika, mert gyorsan fejlődik. Azért hozzá kell tenni, hogy állami kiskórházról van szó, amelyet a magyar állam működteti, és most a civil szféra pedig az állami ellátásba beavatkozva úgymond segíti, de azért nem szabad elhallgatni azt sem, hogy ezt egy privát cég üzemeltetni, amit a főorvos úr képvisel, és nyilvánvaló, hogy utazni vagy lehet, hogy kell a betegeknek, mert itt nem minden szolgáltatást ellátni, viszont az nem célszerű, hogy a szarvasiak 40-50-60 km-t utazzanak egy diagnózis kapcsán. Hát lehet, hogy a kezelések kórházba kell menniük, de óvé megjött a jóisten 2022-ben is, hogy kevésszer kerülnek kórházba. Még annyit el kell mondani, hogy az EMI is tájékoztató a héten minket, hogy akkor a szakoros rendelőnk egy 60 millió, majdnem 60 millió forintnyi összeget kapott a további technikai fejlesztést illetően, úgyhogy én szerintem 2027 is úgy zárhatjuk, hogy van kiváló szakorvosunk, van kiváló műszer hozzá, és kérjük, hogy a szarvasok menjenek betegek, meg ha valami gondjuk van, akkor elvizsgáljuk le, és legyen fontos diagnózis, hogyha kell, akkor a kezelés idő megkapossák. Én úgy gondolom, hogy ezek a felszerelések és maga az intézmény, maga az ellátása, az a biztonságot jelenti a szarvasiaknak, úgy szeretném még egyszer is megköszönni a város nevében, a szarvasi polgárok nevében. Isten tartsa meg kedves jó szokásodat a Ságvári utcaiből, és a baráti körnek pedig hasonlóan. Szükségünk van mindig a barátokra, mert a barátok gazdagítják ezt a kis települést, és mi nem az ellenséget, a barátokat gyűjtjük. És bízom abban, hogy 2022-ben is sok kedves dolog fog történni, amellyel különösen az egészségre és a biztonságra tudunk figyelni. Most pedig legfontosabb az, ezt itt is el kell mondanom, hogy jó, meg magunkat ettől a fertőzéstől, mert ez életveszélyes és megkeserítheti az életünket. Ha megengedi polgármester úr, akkor ez a készülék a post-covidos betegeknek a utógondozásával is nagy segítséget fog nyújtani, hiszen ugye ott nagy a kardiológiai érintettség, nem csak a tüdő, és ezekből a betegekből most ugye egyre több van, úgyhogy ezeknek a utógondozása is itt jó kezekben lesz a most már azt se tudjuk követni, hogy hány területet támad meg ez a vírus, mert hogy a szív az tényleg a legfontosabbak egyike, a lélegzés, légzőszerű megbeteg is hasonlózó, de most már hallom, jó pár más területet is megtámadott, és a gyereknél meg különösen veszélyes lehet, mert minden támad. Úgyhogy védekezni kell, és kérek mindenkit, hogy vegye komolyan a megelőzést, mert nem csak magára vigyázz, hanem a körzetére is.
ezt meg senki helyett mi megtenni nem tudjuk, sem az orvos, mi csak ugye az orvos az kezelni a problémákat, hogyha van hozzá technika, meg feltétel, meg kemikália, meg a gyógyszertudomány. Nekünk meg kell előznünk ezeket a traumákat és a tragédiákat. Bízom benne, sikerül. Mondtam neki, hogy beszéljön. Hogyan kerülök én ebbe a projektbe? Szarosváros barátainak köre elnökeként, gyerekkori barátom, a baráti kör elnökségi tagja keresett meg, ez konkrétan júniusban volt, azzal, hogy egy szívútran kész. Illetve akkor még pontosan nem is volt meghatározva, hogy milyen készüléket, csak egy 15-20 millió forint körüli értékű adományt adna a város egészségügyének. Ekkor történt az a bizonyos mediátori szerepvállalásom, amikor összehoztam a Rudolfot a Kozma főorvos úrra, ezt követte aztán egy ebéd, néhány beszélgetés főorvos úrral, a polgármester úrral. Hát picit húzódott azért a dolog, ugye június 16-án indult a szándék nyilatkozat, az első egyeztetés, és de végülis a legjobban sült el azzal, hogy karácsony előtt, mondjuk szenteste előtt egy nappal történik ez az átadás, hát ezt másképpen el sem lehetett volna képzelni, hogy ilyen szerencsésen is időben. Éppen a Rudolfal a múlt héten beszéltünk arról, hogy még van lehetőség, itt a gyors önkormányzati testületi döntés sütöttek után gyorsan átutalta a pénzt, de hogy ilyen gyorsan szerelésre kerül a berendezés is, ezt nyilvánvalóan egyikünk sem gondolta. Hát ennek a mai napnak is van egy története, hogy Rudolf éppen elkéste a mezőt, nem a Rudolf, bocsánat, hanem a vonat. Késte a mezőtúri. Főorvos úr is kicsit később tudott, hogy remekül. Igen, vonat kapcsán? Nem, de hát akkor mondjuk azt, hogy direkt jól történt a dolog. Úgyhogy én az állomásra mentem volna a 9.30-ra, Forsner-Dorf és helyette a mezőtúra az állomásra mentem, és onnan szállodoztunk most, hogy éppen időben ideérjünk. Úgyhogy elsősorban én Forsner-Dorfnak szeretném megköszönni ezt a nagy átadatot. Én azt gondolom, hogy én is megettem már kenyerem javát, de ilyen mértékű adománnyal még nem Szarvasvárosban nem is hallottam róla, nem találkoztam, úgyhogy nagyon nagy jelentőségű dologról van szó, és hát ezt nem tudjuk eléggé köszönni Forsner Rudolf barátomnak. Köszönjük szépen! Nagyon fontosabb a kérdésben, hogy mint mondtuk is beszélgettünk róla, hogy ezek a technikai feltételek szükségesek a jó diagnózishoz, pontoshoz. De ezek nagyon sűrű változnak. Ez az intézmény mindenre rendelkezett ezelőtt 15 évvel, csak ezek most már amortizálódnak és szellemileg kopnak el, nem is fizikailag, mert vannak jobbak, pontosabbak, precízebbek, és ez egy komoly munkát jelent. Na most az állam nem biztos, hogy mindig tudja követni ezt az állami egészségügyt, mi pedig igyekszünk, azaz jobb pár tekintetben, mások is igyekeznek segíteni ezt a munkát, hogy várjuk a további támogatókat, akinek fontos Szarvasváros egészsége, biztonsága, hogy segítsék. Mi magunk is megtesszük a munkát, mint önkormányzat, de miután állami szerve van szó, itt inkább a szekatúrák is arra megy rá, hogy az emmi lehetőleg adjon mindent meg a saját kórházának, a saját szakoros rendelőnek, ez állami feladatuk. Úgyhogy volt korábban, és most is van még nagyon jó felszerelés, hogy egyszer is nagyon mondta, hogy Budapesten nem látta én kevett a szakoros rendőrt, ahogy ilyen digitális lelet, továbbítás, meg sok egy más, meg információs rendszer. Ez akkor elég jó törő volt. Csak most már kezd sok minden aholni. De vigyázunk mindenre nagyon, és igyekszünk pótolni, segítséggel, saját erővel. Mert megmondjátok, hogy mi az, ami kevés lesz az a pénz, amit kaptatok, igen, és akkor igen, lehet, hogy majd kérünk. Az egészségügyben tudott polgármester úr, hogy a világ összes pénze kevés. Úgyhogy ez... Én megtapasztaltam korábban is. Igen. Mi az alapellátást most igyekszünk helyre tenni. Ebben is vannak változások, mert a praxis közösség, ami egy új dolog, ennek is megvan a egészségű szakmai értéke és felelőssége. Ezeket csak kell alakítani, és ennek új feltételeket kell szabni, hogy semmi sincs bebetonozva, mert hogy változik a világ, és az alapellátásban is egy új rendet kell majd, és egy új metódus kell kialakítanunk a közeli jövőben. De általában még a fogászatunk rendbetétel, aztán a gyermekorvosok, a védőnők körülményeztem, most a háziorvosok is bejelentkeztek, úgyhogy az alapellátásokban nekünk közünk van,
szakellátásban és a járó beteg ellátásban, sőt a fekvő betegben ott nekünk nincs kompetenciánk. De attól függetlenül, mint itt van nekünk, akkor ha segítséget kérnek, majd te fogod mondani, hogy mi az, ami fontos és miért nem futja majd ebből a támogatásból. Mert azért nekünk majd mindenünk megvan, ez most nagyon hiányzott és most a legégetőbb volt. De emlékszel a régi röntgengépekre is, meg sok egyéb másra, amit nagyjából volt. Természetesen. Meg az EKG. Így van. Meg a ultra, meg minden csoda. De ezekben sikerült feljönni. No, én úgy gondolom, hogy köszönjük Fölrosónak, hozom mindjárt azt a kis ajándékot valahol. Ezt a csekkészséget önnek hoztuk, hogy át is adjuk használatra. Nagyon boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt, és köszönjük, ha segít rajtunk és szolgál minket. Köszönöm szépen, nagyon kedvem. Ez egy fantasztikus szolgál. Ez pedig Forsnál hát exponálva a kollégát. Fogad szeretettel. Áldott karácsonyt. Mindenki. Boldog új esztendőt.